Nem kisebb dolog apropóján beszélgetünk ismét, mint hogy új dalotok és lassan egy új videóklipetek is megjelenik. Kérlek, kicsit a dalról mesélj, hogy mitől ilyen nagy szám most ez nektek. Igen, nagyon örülök neki, hogy az elmúlt időszak, pandémia másfél-két éve alatt valahogy olyan stílusi jegyeket kezdtem el fölvenni a zenémbe, ami mindig is foglalkoztatott és mindig is érdekelt, de valahogy vagy hangszeres közreműködő hiány, vagy egyéb lehetőségek hiány ez eddig elmaradt az életemből, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a legújabb dalomat és a legújabb lemezünkre készülő új dalainkat, ezeket egy ilyen autentikus, rockabilly stílus utáni country világot idéző, euro-amerikai stílus övezve születtek és születnek és készítjük el. Ez az én életemben nagyon, nagyon új, a nagy közönség számára ebből mi észlelhető elsőként azonnal, hogy mindig trióba csináltuk a dolgokat, ugye bőgő, gitárdob, ugye a tradicionális rockabillynek a alaphangszerelés az a trió, a nagy bőgő gitárdobbal, mint nagy elődeim oly sokszor, és hogy valahogy ezt most sikerült egy olyan amerikai, euro-amerikai világot közvetíteni, ami most a legújabb információim szerint már Amerikában is sikeres, úgyhogy ma erre ébredtem, majd erről még úgyis beszélünk. Úgyhogy egy olyan dalt hoztam most a tisztelt kedves nézőknek, ami már régóta érlelődött bennem, és úgy érzem, hogy erre mi, európai emberek nagyon büszkék lehetünk, mi, akik Amerikát alapítottuk, írek, lengyelek, németalföldiek, csehek és magyarok, végre egy olyan tradicionális fehér Amerika hangját viszek vissza Amerikába, ahova majd áprilisban megyünk, és lesz szerencsém bemutatni az új lemezemet élőben.
ami a magyar közönségnek is nagyon fontos lehet, hiszen a mi múltunk is benne van, számos olyan kapcsolódási pont van a dalban és a lemezen is, ami egyszerre mind euróamerikai, magyar és amerikai kultúrtörténeti érdekességeket tartalmaz. Esetleg izgalmasabb hangszerekkel feldobjátok ezt a zenét? Nagyon jó kérdés, nagyon régóta érlelődött már az, hogy egy jó stílgitárossal, ami a nagy közönség nem annyira is, ez egy country zenében egy teljesen tradicionális amerikai hangszer, a Hawaii gitár volt az elődje, stílgitár a 30-as, 40-es években alakult ki pedálos stíl formájában, ezt Magyarországon Boy Toriántól kezdve, hát a fonográfba, még a 60-as, 70-es években csinálták, talán Brody János volt az első között, aki ezt ilyen stíl pedálos stílgitáron játszott még annak idején. Hát most fantasztikus, hogy a Boy Torián együtt egy stílgitárosát. Utasi Zsolti közreműködik stílgitáron, hát nekem csak Zsolti, és Pintér Zsolti pedig hegedűn és mandolinon, aki Ferenci György Racka bandájába húzza és fújja, és ilyen fantasztikus zenészeket sikerült megnyerni, akiről mindegyikről kiderült, hogy akár Boy Torián, akár Racka Jam, borzasztó nagy rockabilly és country elhivatottsággal rendelkeznek, és borzasztó jó zenészek. Egyébként itthon nehéz ilyen kaliberű zenészeket találni, akik ezeket a klasszikus régi hangszereket meg tudják szólaltatni? Igen, talán ez is az oka annak, hogy mi mindig Magyarországon trióba szerepelünk, vagy szerepeltünk, mert borzasztó nehéz ebbe stílushű jegyeket, olyan zenei világot közvetítő zenész találni, már eleve hangszerest is, tehát hogy ki játszik stílgitáron, és abból ki az, aki nekem jó lett, vagy ki játszik country hegedűn, és nekem jó lett, de fantasztikus embereket találtam hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó eső dolog. Ugye az elmúlt években, amikor először díjaztak a Los Angeles-i Akadémiai Musical vált szerzői nagy díjával 3 évvel ezelőtt, akkor először ezt a zenei világot Amerikába csináltam meg a Link Rayford együttesével, a Rayford Brothers-el, az is fantasztikus volt, de az, hogy mi magyar zenészekként tudjuk ezt közvetíteni és megmutatni a nagyvilágnak, áprilisban az amerikai nagyközönségnek Las Vegas-tól kezdve Los Angeles-en át bemutatni, az nagyon jó dolog, és oda is szeretném azt, hogy hát ha sikerül az, hogy magyar közreműködőket kivinni, és egyre kevesebb amerikai közreműködővel szerepelni oda át is. A dalon kívül Ferenci Gyurival egy másik nagy dologra is készültök, mi lesz ez? Jaj, nagyon jó, hát azon túl, hogy a dalban összebarátkoztunk, illetve mélyítettük gyakorlatilag a barátságunkat február 18-án az Aquarium klubban, amit amúgy nagyon szeretünk, Budapest egyik legmeghatározóbb zenés klubja. február 18-án közös koncertre készülünk az Aquariumba, aminek keretein belül egymás színpadára is lesz átjárás, a már említett közreműködő zenészek ott lesznek velünk, Boy Toriánból, Ferenci Gyuri csapatából, és ott még Ferenci Gyurival is fogunk közösen játszani. Az elmúlt hetekben készítettünk egy olyan dalt, amit a Duna Televízió egyik szombatesi főműsorára rögzítettünk a Gyurival, és Pintér Zsoltival és a Mystery Gang-gel, és ez olyan jó sikerült, hogy most például a legnagyobb amerikai rockabilly promóter szedte le az internetről, és annyira jó érzés nekem, hogy amerikai promóter megoszta a magyar televízió műsorát, és benne az én dalomat, és ez hihetetlen jó érzés, hogy Duna TV-t osztogatnak meg Las Vegasban, mert ott játszik az Egri. Nagyon, nagyon jó. Egy kis műhelytitóba kérlek, avasd be, hogy két kvázi különböző stílusú zenekar munkáját hogyan kell elképzelni, amikor egy közös koncertre készülnek? Nagyon izgalmas, hogy teljesen más hangszerelésű, más zenei világot közvetítő együttes, mégis valami olyan tradicionális gyökerekből táplálkozunk mindketten, amit úgy nevezünk, hogy folk, vagyis népzene, és hogy ez egy nagyban meghatározó, illetve az, hogy ma a hangszeres zenészek egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos zenei tudás fölött, azért talán én úgy vettem észre, hogy sokkal jobban összetartanak, és ez jellemző, hogy jobban szeretnek együtt is játszani, mint mondjuk 10-15, akár 20 évvel ezelőtt, amikor még 10 évesen elkezdtük, akkor mindenki ugye a saját útját járt. Most valahogy ilyen nagyobb átjárás van, de popba is, abszolút a mainstreambe is azt látom, hogy egymás dalát éneklik el, egymás koncertjein vendégeskednek, úgyhogy a Gyurival ez már nagyon régóta érett, és most február 18-án realizálódik is. És mi várjátok Amerikában? Hú, hát ez fantasztikus dolog, pont ma ébredtem arra, hogy megjött a szerződésünk és a hatalmas munkának a gyümölcse. Az, hogy a Viva Las Vegas a világ legnagyobb rockabilly fesztiváljáin már másodszor van szerencsém szerepelni, egyre jobb színpadokon és egyre jobb körülmények között. Hihetetlen zárt zenei világ, Grammy díjasoktól kezdve, előttem, utánam, José Pachuco, Rippe Maps, akik a legnagyobb kedvenceim, azokkal szerepelek együtt, hihetetlen megtiszteltetés, közben videóklipet is fogunk forgatni, és olyan zenei berkekbe kerülök megint az amerikai áprilisi turnéval, ami még
gyakorlatilag még most is olyan nehéz feldolgozni azt, hogy ebben a nagyon zárt művészeti környezetben hogy sikerült belekerülni, ez gyakorlatilag nem Európából, hanem ez Közép-Európából példátlan, úgyhogy fölírom nekik a nagy amerikai térképükre, hogy Budapest, Hungary, és azért itt szeretném kiemelni, hogy persze borzasztó jó produkció kell hozzá. Én úgy érzem, hogy részt találtunk a pajzson, de azért érdemes megemlíteni, hogy van az együttesnek, és van nekem egy nagyon kemény menedzserem, Simon Orsolya, akinek azt hiszem, hogy olyan kemény nemzetközi munkája van, hogy hamarosan valami magyarországi menedzser iskolát, vagy valami magyarországi menedzser képzésben megkerülhetetlen lesz, és óhatatlan lesz, hogy ő ne hallassa a hangját, mert olyan eszeveszett munka van mögötte, úgyhogy innen is köszi, Orsi, megdolgozunk a sikerért, úgyhogy fantasztikus napokat élünk át, és gyönyörűen zárult a múlt év, és még gyönyörűbben indul.